A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány december 16-i ülésén jelentették be, miszerint a JETA 1 milliárd forint összegű fejlesztési támogatást kapott a miniszterelnökségtől, amely pályázatok útján azon 41 település önkormányzata között osztanak szét, amelyek az érintettségi körbe tartoznak, ide lehet sorolni Kalocsát is. A pályázati felhívásban 7 pályázati ablakot nyitottak meg. Az első 5-be pályázunk, illetve abból is egy keményebbre, tehát egy 30 millió forintos beruházás, ez a Bemapó utcai óvodának az energetikai felújítása, tehát ablakajtócsere, fűtésrendszer korszerűsítése. Ez mind a 30 millió forintot kimerítés, plusz még hozzá a saját erőnket. Itt annyiból kedvezőbb az most már a helyzet, hogy még először 65%-os lett volna az intenzitás, ezt fölemelték 75%-ra, tehát valamennyivel kedvezőbb, tehát kevesebb önerőt kell nekünk produkálni hozzá. Erre biztosan pályázni fog Kalocsa város önkormányzata, mondta dr. Bálint József, aki hozzátette, hogy 2 további lehetőségük is lesz támogatási összeget nyerni. Egy, ami a tervezési díjat vagy tanulmányi díjat fizethetnek, maximum 5 millió forint értékben, ezt 100%-ig finanszírozzák, tehát ez nem kell önerő, illetve egy rendezvényre, települési rendezvényhez lehet 1 millió forintot pályázni, itt szintén nincs önerő. Most ezeket keressük, mert a beadási idő az január 31. Itt szóba jöhet az uszoda teljes rekonstrukciójának a terve, illetve tanulmányterve, vagyis arról, hogy mire adja majd be az önkormányzat a már említett 5 millió forintos pályázatot, a közeljövőben döntenek majd, míg az 1 millió forintos települési rendezvényhez való támogatással kapcsolatban a Paprika napokra, vagy pedig a Folklor Fesztiválra szeretne pályázatot benyújtani a város. A december 16-i JETA ülésen Kovács Balázs elmondta, hogy bár a polgármesterek valószínűleg nem fogadják majd örömmel a hírt, miszerint útfelújításra vonatkozó pályázat nem került be a lehetőségek közé, azonban az alapítványnál úgy gondolták, hogy az infrastruktúrális fejlesztések ezen részét feneketlen teknőként is lehetne jellemezni az elköltött pénz szempontjából. Az ülésen mindamellett hangsúlyozták, hogy a későbbiekben további támogatások érkezhetnek a térségbe, amelyekből az útfelújításokra is lesz majd lehetőség költeni. Kalocsa város polgármestere ennek kapcsán a jelenlegi helyzetről is beszélt tévénknek, vagyis hogy jelen pillanatban van-e lehetőség más forrásból útfelújítást megvalósítani. Se a központi, se az uniós pályázatokon nem lehet útfelújítási pályázatokra beadni semmiféle pályázatokat sem, tehát sem önerőset, se teljes finanszírozás, mert az Unió nem támogatja, csak az autópályákat, tehát gyakorlatilag ebből kivették, tehát helyi utak és a összekötő utak nincsenek, és a magyar államnak pedig kevés pénz állt a rendelkezésére, tehát gyakorlatilag ilyen lehetősége nincs a településeknek, hogy pályázzanak rá. A már említett pályázatokat, akár csak a többi 40 településnek, Kalocsa város önkormányzatának is január 31-ig kell benyújtania.